A Fazekas utcai általános iskolában már régóta problémát okoz, hogy nincs egy megfelelő nagyságú tornaterem, ahol akár több osztály diákjai egyszerre tudnak sportolni. Az iskola vezetése az önkormányzattól kért segítséget, hogy egy sátor felállításával oldhassák meg az őszi és tavaszi időszakban a testnevelés órákat. A testület megszavazta, így tegnap el is készülhetett a sátor, ami az iskola udvarán kapott helyet. Amióta a saját tornatermünk nincsen, azóta egy kis tornaszobánk van, és a Kőkuti általános iskolában vannak a tornaóráink egy része, egy másik része pedig úszás. És nagyon hiányzott egy olyan hely, amit ebben az októberi időszakban, illetve március körül tudnánk használni, ami már fedett, véd minket az esőtől, de még a testnevelés órákat lehet itt tartani. Ezért vágytunk erre a sátorra elsősorban. És hát azért is, mert a heti 3 helyett most már heti 5 lesz a testnevelés óra minden évfolyamon lassan, még 2 év van eddig, és addigra olyan mennyiségű testnevelés órát kell ellátnunk, hogy persze ehhez is hely kell. Tehát ezzel, ahogy számoltuk, hogy mi most ezt a sátrat megkaptuk, ezzel valószínűleg ezt a feladatot most már problémamentesen meg fogjuk tudni oldani. A másik, amiért nagyon szerettük volna, a ballagásaink, az iskolai ünnepségeink, a közösségi összejöveteleink, mert ha eső volt, akkor nagyon nehéz volt nekünk ezt megoldani. Most viszont, ha a ballagás idején például esni fog, akkor egyszerűen csak fogjuk magunkat, átjövünk a sátorba, mi egy 200 fős iskola vagyunk, ki fogjuk próbálni, most készült el ebben a pillanatban, de a következő szünetben ki fogjuk próbálni, be fog állni az egész iskola, és nagyon bízunk benne, hogy mindannyian el fogunk férni. Szerintem ugrásszerű a változás, hisz eddig egy 6x9-es kis tornaszobába dolgoztunk. Rossz idő esetén, főleg amikor két osztály volt együtt, akkor elég nehezen tudtuk megoldani. Sokszor kellett alkalmazni a folyosót, ami ugye balesetveszélyes, és illetve hát azért nem a gyerekeknek van méretezve. Ez a sátor, ez pont megoldja ezeket a problémáinkat. A sátorba visszafelrakjuk a két kis streetball palánkot, tehát ugye labdajátékot, a streetballt azt tudjuk csinálni, zsinórlabdát, ami a röplabdának az egyik alapja, illetve a kis torino focit, tehát gumilabdával pont azért, hogy óva a sátornak az állapotát. Atlétikus mozgásokat ugyanúgy, természetesen nem olyan, ami a bokát, térdet megerőlteti, de tulajdonképpen mindent, a torna kivételével mindent tudunk benne alkalmazni, játék az meg pláne.